Sziasztok, Sali vagyok, és újra itt vagyunk a Szájbólnak a játékmenetének a megvizsgálásánál. Előbb bemutattam számotokra, hogy hogyan lehet szájnepolni az app.szájból.com oldalon, valamint létrehozni a fiókot. Most pedig megnézzük azt, hogy bejelentkezés után a megadott adatokkal mik azok az információk, amikhez hozzá kell, hogy jussatok, valamint Bele kell, hogy mélyedjetek, jó, hogyha tudtok róla. Szóval, bejelentkezés után uh, látni fogjátok azt, hogy a collection-be belekattintva, a My Collection-nél uh, tudjátok az uh, axikat, a szájblokkokat állítani, hogy ki hol legyen. Egyelőre ebben még nem láttam, uh, hogy mi a legjobb felállás, de szerintem jelenleg ennek nincs is lényege. De, amiről beszélnünk kell, az az, hogy többször szóba került már szkolárokkal, valamint játékosokkal az, hogy a skill hogyan és miképp kell elkezdenem húzni a karakteremet fejlődésnél. Én erre azt a választ kaptam, hogy első körben a legmagasabb értéket kell húznod egy adott szájblokknál, tehát ennél a bronzkártyánál a dribbling volt a legmagasabb érték, mondjuk 40, x, tehát akkor a driblinget elkezdtem húzni, és akkor most 12-es, most 52-es értéken van. Így az az értéke, ami, száma, ami, a legmagasabb értéken volt, az még magasabbra kerül, a többi az stagnál, viszont egy szájbloknál két értéket érdemes húzni. Azt a két értéket viszont az egyik az adja magát, ami a legmagasabb, a másik értéket pedig, amit mondjuk, hogyha az első 70 és 80 között lesz, elkezded húzni, azt majd tetszőlegesen kiválasztod magadnak, úgyis akkor már lesz annyi uh, tapasztalatod a játékban, hogy tudod, hogy pontosan mit kell csinálni. Jelenleg ez egy kis segítség arra, hogy hogyan lehet a kezdeti nehézségeket elkerülni, valamint, hogy hogyan lehet jól taktikázni, és jól elosztani a skillpontokat a meglévő kártyák és a szájblokkok között. Ezt az információt, hogyha körülnéztek a Twitchen és a különböző videós platformokon, akkor meg fogják erősíteni. Ezt az információt amúgy én a hivatalos szájból oldaláról kaptam az egyik ügyintézétől, hogy ezt így kell csinálni, hogy a skillek közül maximum kettőt választasz ki, és elsőként a legmagasabb skilledet kezded el még jobban felfelé húzni. Bízom benne, hogy ez válasz volt sok ember kérdésére, és sok játékos kérdésére, és ez a skill húzás is most már tiszta, és akkor köszi a figyelmet!